Üdvözlök, ismételem mindenkit! És látható, Windows XP-s rendszer, mi Intel Core E7300-ason van. Rajta egy Lenovo-s gép, valóban jött. Régi, 10 éves gép. Az a lényeg, hogy van ez a Windows XP van rajta, ami még mai napig kapja frissítéseket. És módosított. Windows XP. Nézni, hogy mik is vannak hozzá. És lehet találni. Böngészők is vannak. Például, mint a van ilyen böngésző. Vagy miatt nincsen megengedve, hogy le lehessen tölteni. Másolyan is lehet. Hogy Firefox. Majd az fog itten. Rajta még a böngészni. Vissza a frissítésekhez. Látható, hogy mennyi sok frissítés kap még. Külön kategóriák szerint vannak, amik fel lehet telepíteni rá. És támogatva rá a XP a böngésző. És arra lett ez feltelepítve. Arra lett olyan régebbi programok, alkalmazások kompatibilitása miatt. Az újabb ilyen Windows 10-es rendszerek már nem kompatibilisek. Minek is kell azért a venni másikat. Hogy még több szemét legyen Afrikában, és nem kell egyszerűen. Nincs szüksége önnek arra, hogy mindenki vegye az újabb Microsoftos termékeket, legyenek felhasználva. Felhasználva mit is? Inkább napi szinten vele dolgozni. Egyszerűen undig elég a Windows XP. Régi gép. Addig kell a gépet mindent tenni, amíg tönkre nem megy. Ha tönkre megy, akkor meg lehet javítani, ha nem lehet, akkor még. Akkor esetleg meg kell szabadulni, addig, amíg nem megy semmi tönkre. Nem. Az a legjobb, akkor megy valami tönkre, ha még garancia alatt van. De sajnos általában mindig akkor szokott vajon tönkre menni, amikor már fél éve lejár a garancia. Azzal nem könnyedén lehet tenni. Úgyhogy napi szinten, ha egy éven át nincs kikapcsolva, vagy két éven át, biztosan tönkre fog menni. És ha szerencséje van, kap egy másikat. Itt van, most tölti le ezt a Firefox SR verziót, ami emléletlen majd kompatibilis fog lenni Windows XP-vel. Fel lehet repíteni addig a frissítéseket.
ameddig töltögeti a Firefoxnak le a repítőjét. Mennyire is fog jól. Na, letölti! Ki fog derülni, hogy mik is fog történni? De is. Ez a rendszerecske. Apró nézve nagyon gyorsan fut. Kb. Egy perc, kevesebb mint egy perc alatt betölt. Ez a gép. Tovább. Megy. Tovább viszi. Ki fog derülni az, hogy tepítgeti a frissítéseket. Feltre tepítve a új oldal. Teszem erre is fut rajta a YouTube. Egyáltalán kompatibilis. El fog indulni egy videó. Vagy nem. De elindul, lejátsza. Csak 360p-t ismer föl. Nagyobb felbontás. Sa. Nem lehetséges videókat lejátszani. Mi a szervnyelvű lett a Firefox?
és nem fogja megjegyezni a előzményeket. Köszönöm a figyelmeteket, szevasztok!